A jövő évi költségvetésben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege megközelíti a 900 milliárd forintot. Ez az összeg 51 milliárd forinttal haladja meg az idejét, jelentette ki Fazekas Sándor a térség gazdálkodói előtt megtartott beszédében. Elmondta, az országgyűlés által nemrég elfogadott 2018-as büdzsében a Földművelésügyi Minisztérium teljes költségvetése az előző évhez képest 10%-kal 209 milliárd forintra emelkedett. Ez az összeg lehetővé teszi, hogy például az iskolatej és gyümölcsfogyasztás támogatási programra 30%-kal többet fordíthasson a tárca. A tárca vezető szerint emelkedik a szakiskolákra fordítható források nagysága is. Az állatbetegségek megelőzésére mintegy 2 milliárd forint jut, és 14 milliárd forinttal nő a közvetlen termelői támogatások összege is. A közös uniós agrárpolitika kérdéséről szólva a földművelésügyi miniszter kijelentette, Magyarországnak az az álláspont, hogy az agrártámogatások jelenlegi szintjét meg kell tartani. A 2020 utáni időszak támogatásairól pedig a következő 1-2 évben várható uniós döntéshozatal. A magyar kormánynak az az álláspontja, hogy a gazdák érdekeit képviselve a támogatások szerkezetét és jelenlegi szintjét meg kell tartani. Számítunk arra, hogy a magyar gazdatársadalom is hallatja a hangját, eljuttatja a véleményét Brüsszelbe, akár rajtunk keresztül, akár közvetlenül is. Ezért is tartom fontosnak és hasznosnak azt a fórumot, amely Szatmár Csekén ezzel foglalkozik, ezzel is nyilván más kérdésekkel is. Ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődjön, további támogatásokra van szükség, de a legfontosabb az, hogy a gazdák tudjanak termelni, tudjanak boldogulni, és egy nagyon éles Európai Uniós versenybe kell helytállniuk. Ehhez kell megadni minden segítséget, minden támogatást a kormány részéről. A fórumon a gazdák is kérdezhettek a minisztertől. Kérdéseik elsősorban a mezőgazdasági támogatások kifizetésének problémáit érintették. A Nemzeti Agrárkamara vezetője szerint sok gazdának égetően szüksége van ezekre a forrásokra, mert nélkülük nem tudják folytatni megkezdett beruházásaikat, vagy magát a gazdálkodási tevékenységet sem. Június 30-áig ezeket a kifizetéseket rendezni kellene, hogy van-e arra lehetőség, hogy ez felgyorsítva megtörténjenek, vagy akik ehhez hitelt vettek fel, akkor ugye valami máson kell nekik elgondolkodni, illetve várják azt is, hogy ezek a pályázatok, amiket beadtak lassan már egy éve, azokat fel lehet gyorsítani olyan ütembe, hogy akár mondjuk a telepítésre gondolok, az őszi telepítésbe, ugye nagyon mozogni kellene, sőt talán már el is késtek azzal, hogy csemetés szerezzenek, szóval olyan halaszthatatlan problémák vannak, amit nagyon remélnek, hogy itt a miniszter úrtól választ kapnak rá, vagy legalább egy irányvonalat, hogy lehet ezt még fokozni, gyorsítani, vagy kinek milyen feladatai lennének ahhoz, hogy ezek sikerrel végződjenek. A miniszter válaszában úgy fogalmazott, a beruházásokra vonatkozó döntések a vidékfejlesztési programban hamarosan megjelennek, a földalapú támogatások utolsó részleteit pedig várhatóan a határidőig, július 30-áig minden érintett gazdának kifizeti a Magyar Államkincstár. A fórumon Fazekas Sándor az ágazat eredményeiről szólva hangsúlyozta, néhány év alatt 55 ezer új munkahely jött létre, az idei első negyedévben pedig jelentősen 46%-kal bővültek a mezőgazdasági beruházások. A gazdák összesen 64 milliárd forintot költöttek a gazdaságaik gépi fejlesztésére. Ez a beruházási összeg az elmúlt 7 év legmagasabb értéke.